Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a kivetésnél a ti kívánságotokról van szó. Bizonyára vannak vágyak, álmok, elképzelések, és a kérdés az, hogyan tudnád ezt megvalósítani, vagy miről van szó, melyik kívánságról. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, hogy tudnád az álmaidat megvalósítani. A díjam, mint mindig, minden jóslásnál 4000 forint. Itt láthatóak az utak. Ez jelenti a döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és ez jelenti a döntéseket, jelenti a változásokat. Ami fontos számodra, az itt van középen, ez a nyilvánosság, hogy mások észrevegyenek téged, hogy megkapd az elismerést. Azon kívül még fontos a biztonság érzete is, a munkát illetően, az anyagiakat illetően, vagy a párkapcsolatot illetően, hiszen keresed a helyedet az életben, ezen az úton haladsz, ahol le tudsz gyökerezni, le tudsz horgonyozni. Amit ez a fa még jelenthet, ezek az egészségügyi témák. Vagy ezen a területen dolgozol, és itt lesz egy új irány, munkahelyi változás, vagy ez a fa azt is jelentheti, hogy vagy te, vagy valaki a családban beteg volt, és kell a gyógyító erő. Itt megjelenik a medve, és jelenti az élet erőt, sőt, itt megvan a könnyűség, a szerencse, tehát lesz gyógyulás. A horgony nem csak a biztonság érzetét jelenti, ahol le tudsz horgonyozni, hanem jelenti a munkát, a hivatást is. Itt is lesznek döntések, hiszen itt van a közelben ez a kártya, az utak jelentik a döntéseket, milyen irányba kellene tekinteni, ez lehet egy munkahelyi változás is. Ebben az esetben a medve vagy jelenti az élet erődet, hogy befekteted az erődet most a munkádba, döntéseket hozol, vagy ez a medve jelentheti a főnöködet is. De megvan arra a lehetőség, hogy beszélni tudj vele, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt, ez szerencsét hoz, és ez a kártya jelenti az elismeréseket, tehát megkapod az elismerést, vagy egy jutalmat. Itt megjelenik ez a férfi, ha te egy férfi néző vagy, akkor ez a kártya rád utal, hogy te állsz a középpontban, nálad vannak meg ezek a döntések, viszont ha egy hölgy vagy, akkor ez a férfi jelenti a lelki társadat. Itt meg lesz a nyilvánosság, lehet, hogy találkoztok a nyilvánosságon, itt van a szerencse a közelben, és ez a kép jelenti a kommunikációt, hiszen ez a férfi beszélni akar veled. Lehet, hogy közli azt, hogy útban van hozzád, nálad le tud gyökerezni, le tud horgonyozni, hiszen érzi a párkapcsolatban a biztonság érzetét, és ez ad erőt számára. És ez volt a jóslás, ahol a kívánságokról van szó. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!